A vásárlási szándék nem maradt el egy gazdánál sem, mert az újítások nélkül már nem lehet versenyképesen termeszteni. A traktorba szeretnék navigációt, ez az új technikát kell kísérni, hogy el tudjuk érni a maximális mindent a termelésben. Tóth Sándor bácsfekete egy gazdálkodó vetőgépet szeretne vásárolni. Tudva levő, hogy az árak, ami a gépeket illeti, kapcsolatú eszközöket elmentek, tehát mondhatom 50-60-70%-kal, ugye az elmúlt évekhez viszonyítva. Meglátjuk, hát érdeklődünk bizonyos újítás céljában. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének meghívására érkeztek vendégek Felvidékről és Erdélyből is. A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete az új technológiák megismerése reményében látogatott el a vásárra. Úgy gondoljuk, hogy van mit látni, van mit tanulni, még úgy is, hogy ez egy unión kívüli mezőgazdaság, de ugyanittakkor az is látszik, hogy ez egy olyan mezőgazdaság, amik a saját lábán áll, nem támogatásból és ingyenpénzből él. A vajdasági kis családi vállalkozások a Prosperitáti Alapítvány jóvoltából mutatkozhatnak be a vásáron. Török Erzsébet bácsfeketeiről a méztermékeit ismerteti. Nagyon sok látogató van szerintem, nagyon sok érdeklődő, rengeteg ember meglátogatja a vásárt, jönnek, nézelődnek, ha kínáljuk, nagyon szívesen kóstolnak, úgyhogy mi elégedettek vagyunk. A vásáron kiállított gépóriások és új berendezések ára igencsak megterhelik a gazdálkodók pénztárcáját, de ennek ellenére még a pályázati lehetőségek hiányában is szükségesnek tartják az újításokat. Terményárak egyre magasabbak, ezzel sajnos párhuzamosan a gépek gyártói is emelik az árakat, mert ugye a nyersanyagárak is egyre inkább emelkednek, de én azt gondolom, hogy ma a csörgős pénz talán azt lehet mondani a legrosszabb, hogyha a párnacihában van, tehát valamilyen formában be kell fektetni ahhoz, hogy az új gép, a modernebb gép termeljen, pénzt hozzon a gazdaságnak. Én azt gondolom, hogy egy stratégia hosszú távon előremutatóan gondolkodó gazdaság csak így fogja tudni fenntartani a hatékony gazdálkodási módját. A rendezvényen idén sem marad el a vásári nyereményjáték, amely keretében 5 szerencsés nyertes sorsolnak majd ki csütörtökön délután. Egy permetezőgép, egy műtrágyaszóró, egy traktorpótkocsi és két traktor várja a gazdákat.